Sziasztok, srácok és lányok! Üdvözlök mindenkit, én Patrik vagyok, és itt legyünk egy újabb videóban. A videó elején szeretném megköszönni a csatorna tagoknak, hogy támogatják a csatornát, illetve a csatorna működését. Tényleg nagyon sokat segítetek nekem azzal, hogy folyamatosan támogatjátok a munkásságom, mint donétek, mint pedig csatorna tagság formájában. Övezzétek ki az előnyeit, és nagyon szépen köszönöm a támogatást. Most már annyian vagyunk, hogy igazából ugye a videó elején beolvasni a neveteket, illetve kiírni a neveteket is már egy kicsit necces, és hogyha nem haragszatok meg, akkor a neveteket nem fogom beolvasni egyenként, viszont igyekszem így a képernyőre ide vágni nektek, hogy kiférjen amennyire. Tudom, hogy tényleg baromira hálás vagyok, srácok vagyok nektek, hogy ennyien támogattok, illetve hogyha esetleg gondolkodtok azon, hogy szeretnétek csatornatagságot vásárolni, akkor a leírásban megtaláljátok a linket, akár 200 forintért is tudtok csatornatagok lenni, ilyenkor kaptok Discordon is egy külön rangot, hogyha hozzá van társítva a Discordotok a YouTube-bal, úgyhogy srácok, lányok, nem is húznám tovább a szót, folytassuk is a videót, még egyszer nagyon szépen köszönöm, srácok, lányok, mindenkinek a támogatásokat. Üdvözlök mindenkit, én Patrik vagyok, és itt lennénk egy újabb videóban. Ugye sokan kérdeztétek mostanában live-ba, illetve írtátok kommentek között is, most lehet, hogy a videóban bevágok nektek pár ilyen kommentet ezzel kapcsolatban, hogy csináljunk a videót erről a home purification-ről, home rédelésről más néven, hogy hogyan érdemes védekezni, hogyan érdemes a vázis bevédeni, mire kell odafigyelni, hiszen azt észrevettem, hogy nagyon sokan közületek nézők, illetve kommentelők nem nagyon vagytok ezzel tisztában, és azért van mit beszélni erről. A mai videóban velem tart Shadow. Sziasztok! Őt a streamekből ismerhetitek, ő egy klántag, illetve egy nagyon segítőkész tagja a közösségünknek. Nagyon sok játékosnak segített már, illetve nekem is. Úgyhogy a mai videóban ő fog velünk tartani, és próbáljuk nektek elmagyarázni részletesen, hogy hogyan is néz ki ez a home purification, és mire figyeljetek oda. Nos, srácok, legyek, akkor kezdjük is a legelső dologgal. Nekünk le kell rakni itt az építéstér a facilities-nél és a function facilities-nél ezt az úgynevezett Stardust Resonant Filtert. Itt láthatjuk, hogy milyen materiálok kellenek hozzá, és ezt érdemes lerakni a házon kívülre. Ez nagyon fontos, ugyanis amikor mi ezt elindítjuk, akkor nekünk a vázisunkat megtámadják, és hogyha ez a házon belül van, mint nekem volt eleinte, ami egy eléggé nagy hiba volt, akkor megtámadják a falat, ütik az ajtót, áttörik a falat, lebontják a belső dolgokat, és így kérdés nélkül kb. Mindent szanaszét törnek. Tehát nagyon fontos, hogy ezt mindig a telken kívül helyezzük le, és az is nagyon fontos, hogyha mi ezt megnyitjuk, ugye nekem most ez így külön van építve, most ez nem ez a fontos, ha mi ezt megnyitjuk, akkor mi ide tudunk berakni Cortexeket, amit egyébként elitekből tudunk szerezni. Level 1-es, level 2-es, illetőlegesen level 3-as Cortexet, és itt jobb oldalt pedig láthatjuk, hogy mennyi a weekly limit, láthatjátok, nekem 40/40. Ez mit jelent? Hogy én ebből mondjuk berakok mindent, akkor láthatjátok, hogy én ezért 20650 Starchromot kapnék. A probléma az, hogy a játék ugyan feltünteti neked azt jobb oldalt lent, hogy 40 a limit, mégis enged berakni neked többet, és ez nagyon-nagyon sok játékosnak, köztük nekem is, nagyon megtévesztő volt eleinte, és én nagyon sokszor elégettem például feleslegesen Starchromot, mert azt hittem, hogy én ennyit megkapok. Maximum, amit ki tudtok szedni heti limittel, tehát 40/40-nel, az a level 3-as Cortexból a 40 darab, amivel kereken 4000 Starchromot tudtok kiszedni. Ugye ez változó, hogyha mondjuk beraktok 40 darab level 1-est, 40 darab level 2-est, egyébként ezt be tudjátok külön úgy tenni, hogy megnyomjátok a kontrollt és a jobb klikket, így pedig be tudtok állítani egy tetszőleges számot, hogy mennyit szeretnétek berakni. Mint mondtam, a maximum a 40, amit be tudtok rakni, hogyha többet raktok be, az sajnálatos módon el fog égni. Tehát nagyon fontos, hogy értelmeszerűen, hogyha mondjuk van 10 darab level 3-asatok, és a többi az mind level 2-es, akkor kombózzatok. Tehát nagyon fontos, hogy mindig tegyetek be minél több level 3-ast, hiszen azért kapjátok a több Starchromot, illetve egészítsétek ki, hogyha nincs nálatok több. Shadow, te ki szeretnéd megegészíteni esetleg valamivel? Nem igazán. Ez így pont tökéletes. Hogyan tudtok level 3-as Cortexet, hogyha nektek nagyon sok level 1-es és level 2-es Cortexetek van? A level 1-es és a level 2-es Cortexet azt által lehet alakítani level 3-as Cortexi. Ehhez használnotok kell az Advanced Synthesis Branch-et. Ezt meg is mutatom közben. Amiből a level 1-esből
tudtok craftolni level 2-est, majd a level 2-esből tudtok craftolni level 3-ot. És miért érdemes a level 3-ast? Mert ha level 3-ast raksz be, a level 3-as Cortex többet ad, mint a level 2-es, vagy a level 1-es. De hogyha megnézitek a level 2-est, meg a level 1-est, akkor ott írja is, hogy hány darab starcsormot kaptok érte. A level 1-esért 70 darab starcsormot kapsz egy darabét. A level 2-esét 85-öt. A level 3-asét viszont 100 darabot kapsz. Szóval megéri berakni inkább 40 darab level 3-ast, mint sem mixelve rakod be, hogy 1-es, 2-es, meg 3-as. Mert a limit az 40 darab, úgyis benne. És akkor így már többet lehet kifarmolni belőle. Advanced kell legyen, igen, advanced kell. Erre nagyon figyeljetek oda, hogy advanced kell legyen. Tehát nagyon fontos, hogyha ti is szeretnétek craftolni level 3-as, tehát a level 1-esből level 2-es tudtok craftolni, az sima Scientix benchbe, viszont az advanced verziókra, hogy level 3-ast csináljatok. Na, látjátok, pont ezért van velem Shadow, mert ő ezzel sokkal jobban tisztában van, és ki tud egészíteni. Például ilyen hasznos információkkal, mint a mostani. Jó, srácok, lányok, csak közben visszajöttünk Shadownak a házához, ami egyébként nézzétek meg milyen szép, azt figyeljétek. Bocsi, ezt meg kellett mutattam, ez kihagyhatatlan volt. Köszönöm. Na, ahogy elmondta nektek Vilux az előbbiekben, hogy ezt a Stardust Resonatort ajánlatos kirakni a bázison kívülre. És ez miért van? Ez azért van, mert a lények, amikor jönnek és támadják, ők a Resonatort fogják támadni, nem a házadat. Vannak esetek, amikor néha a házadat is elkezdik támadni. De esetek 90%-ában ők erre összpontosítanak. Hogyan tudjátok meg azt? Minden bázis területén, ha megnyomjátok a B betűt, amit meg tud nyomni most jelenleg Vilux is, megnyomtam, akkor lássátok, hogy mekkora a ti területetek. Minden bázisnak megvan az, hogy melyik ponton fognak spónolni. És az standard, az oda fog spónolni minden egyes alkalommal. Ezt úgy tudjátok a legkönnyebben kideríteni, amielőtt felépítenétek a bázisotokat, azelőtt lerakjátok a Stardust Resonatort, és beraktok egyetlen egy darab level 1-es Cortexet. Ha én berakok egyetlen egy darab level 1-es Cortexet, akkor nekem level 15-ös, úgymond monsterek fognak jönni, a játék így nevezi őket, ami nekem két wave-ből fog állni. Én most ezt el fogom indítani, nekem megvan a heti limit a 40x40. Attól miért a heti limit nektek megvan a 40x40, el tudjátok indítani, de nem fogtok kapni rewardot. Csak acidot tudtok farmolni, vagy bármit. De szerintem acid farmolásra sokkal biztonságosabb, ha elmentek a városba portyázni, mintsem, hogy a bázisoktokat úgymond reckírozzátok. Most mi elindítunk egy level 1-est, egy darab Cortex-el azért, hogy megtudjam, hogy honnan jönnek nekem. Illetve nagyon fontos, bocsánat, hogy belevágok a szabadba, ezt elfelejtettem mondani, hogy mire ez a videó konkrétan erre épül. Ha beraktok egy adott Cortex-et, tök mint hogy level 1-es, level 2-es, level 3-as, jobb oldalt kapni fogtok egyébként majd itt a videóban, bevágok nektek róla egy képet, hogy tisztább legyen, kapni fogtok róla információkat, mennyi elit jön, hány véves lesz, hány szintű szörnyekből áll. Ez fontos, hiszen hogyha kisebb szintek vagytok, vagy egyedül szeretnétek megvédeni a bázisatokat, akkor érdemes ezzel tisztában lenni, hogy hanyas szintűek jönnek, hány vév lesz, hány elit, és érdemes, hogyha egyedül csináljátok a bázis megvédést, akkor mindenféleképpen legyen védelmetek, erre majd a későbbiekben kitérünk. És akkor mi el is indítsuk. Rámegyünk arra, hogy Start Purify. És most jelen esetben mi egyenlő, nekem innen jön az első két rendem. De mit láthatok, innen jobb oldalról jött, a bázis jobb oldalsó sarkából. A következő adag az innen fog jönni a bázis hátsó feléről. És láthatjátok, elfutnak a bázisom mellett, nem bántják a bázisomat.
mert ők a gépet akarják elpusztítani. Szóval én most, jelen esetben megtudtam, hogy melyik az a két pont, ahonnan jönni fognak. Nem kell védenem egyáltalán a túlsó felét a bázisnak, mert onnan nem fog jönni semmi. Csak erről a két oldalról fognak engem támadni. Viszont, ami még nagyon fontos, azt is számításba kell venni, honnan fog jönni a boss. Majd a videó végén kitérünk egy olyanra, hogy megpróbálunk megépíteni egy olyan defendet, ami minimális erőfeszítéssel akár egy emberrel is bevéthető lesz. Persze, ha csapatban játszasz, akkor oszlik. Vagy nem oszlik, hanem mindenki megkapja ugyanazt, ugyanazt az összeget, amit te. Nekem, láthatjátok, a boss ide spawnol le hátul. Ez nekem mindig standard lesz. Mindig ide fog lejönni a boss. Nem fog máshova lejönni. És nagyon fontos, hogyha azt szeretnétek, tehát hogyha szeretnétek megkapni azt a 100%-os rewardot, amit az, aki elindítja, tehát hogyha mondjuk én elindítom itt a gépet a saját bázisomon, és szeretném, hogy megkapják azok, akik segítenek, nagyon fontos, hogy Hive-ba legyetek, hiszen csak akkor kapjátok meg a 100%-át a rewardnak, illetve az is nagyon fontos, ha ti már otthon mondjuk megcsináltátok magatoknak a védelmet, tehát megvan a 40x40-es heti limit, akkor hiába segítetek másnak védekezni, hiába vagytok Hive-ba, ha megvan a heti limit, nem fogtok többet kapni. Ettől független, és biztatok erre mindenkit, segítsetek egymásnak, és segítsetek a kezdőjátékosoknak, illetve a szerveren lévő játékosoknak, hiszen tényleg 4-5 perc egy ilyen home purification, minél többen vagytok, annál gyorsabb, és annál hamarabb megvan vele az illető, illetve így egy barátságosabb környezetet tudtok kialakítani a szerveren, hogyha tényleg mindenki segít mindenkinek. Rendben, ez véget ért. Most. Ez a Foundation sor itt azért van lerakva, hogy ez nincs a bázishoz, hogy be tudjam mutatni nektek azt, hogy hogyan éri meg lerakni ezeket az alapokat is, amiben most kiépítjük a védelmet ennek az egész home raidnek. Mint láthatjátok, ezen a felén nagyon közel van a floor a padlóhoz, nincs felemelve, viszont ezen a felén túl nagy a távolság. Ez most azért fontos, mert mi most turretokat fogunk használni, automata turretokat, ami ugyanúgy lövi az enemit. Ha túl magasra rakod, amikor az enemi bekerül alája, a turret nem fogja lőni. Meg kell mindig arra összpontosítsatok, hogy a padló minél lennebb legyen. Most meg fogom építeni nektek azt, hogy hogyan tudjátok megcsinálni a full defense-et, annélkül, hogy nagyobb erőfeszítést kellene csináljatok, viszont ehhez, mivel nekem túl nagy a bázisom, így le kell bontjam felét. Olyan csináljuk meg nálam? Nem, megcsinálom itt. Mi, le akarod bontani a bázisod felét? Igen. Ne viccelj már, hülye vagy, ezt a bázis le akarod bont... Kész, megvan. Jézus Isten, erre nem számítottam, skacok. Ez bolond az ember. Semmi gond, megoldjuk. Na most. A lényeg az egészben az, hogy nekem ez a két floor fog kelleni. Mivel nekem jöttek jobbról, meg balról, és balról van a boss. Ez az egész úgy fog kinézni, hogy lerakunk egy 3x3-as alapot, ami nekem beleszámít most a garázs is, mert nem tudok innen építkezni a bázis szélire. Tehát 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tehát megvan a 3x3-as alap. Ami után leraktátok az alapot, utána leraktok egy kocka falat. Egy ilyen szobacskát, mint például ez. Így. Így. És így. Lerakjátok ide, egy ablakot raktok be. Az ablak az azért fog kelleni, mert kisebb, úgymond a pont, ahol, hogyha netán mégis megközelítik, be tudnak menni. Hát, illetve azért is fontos az ablak, hogy mi könnyebben hozzáférjünk majd ehhez a géphez. Így van. És akkor most ez a gép bekerül a szobába.
az úgynevezett szobába. Azt lehet, hogy le kell bontani a falat majdnem. Nem. Ha nem, talán nem tudjátok berakni, mert pirosan jelzi. Próbáljátok meg elforgatni, és akkor be tudjátok rakni. Ennek a tetejére most fog kerülni egy darab ceiling. Ha lehetőleg próbáljátok meg cementből építeni, ha még nem értétek el a cementet, akkor próbáljátok meg kőből építeni. Minél jobban védjék. De elméletileg nem fogják megközelíteni ezt. Erre most felraktok egy úgynevezett bolt, ami egy keret mind a négy oldalára. Amikor felraktátok ezt mind a négy oldalára, annak a tetejére ismét jön egy ceiling. Ezt lehet fennebb vinni, de én nem látom értelmét. Ennyi bőven elég, bőségesen elég. Na közben srácok, lányok, én megkérdeztem Shadow-t, hogy ezt hogy tudjátok le lerakni, mert ilyet még én sem használtam. Tehát itt van nektek ez a Wooden Quest frame, ebből ugye van több fajta, van stone, van fa, van cement. Ezt kell lerakni, ha esetleg valaki nem tudta, mint én, akkor ezt így meg tudjátok találni. És lényegében most fallal bevédtük, de a fal nem elég ahhoz, hogy meg tud védeni a lényegtől, főként, hogyha egyedül csinálod. Jelen esetben azt fogjuk csinálni, rámegyünk a facilities-re, rámegyünk a defend-re, és legyártunk turretokat. A turretokat a Memetics-be ki tudjátok tanulni, ajánlatos kitanulni a level 3-as turretokat. Én személy szerint alól szoktam lerakni shotgun turretot, amit lerakok, akár 4-et, 5-öt, ez rajtatok áll, viszont arra figyeljetek oda, hogy a turretok áramot használnak. Miért fontos ez áram? Mert lehet az, hogy egy acid farmatok van, vízpompátok van, vagy esetlegesen valami egyéb elviszi az áramot, vagy nincsen olyan perketek, olyan specializációtok, amivel sok generátort tudtok lerakni, de viszont ilyen specializációkkal lehetséges az, hogy erősebb turretot csináltok, lehetséges az, hogy kevesebbet fogyasszanak a turretok, ne olyan sokat fogyasszon. Ezek mind specializációk. Én alapból alól lerakok 6 darab shotgun turretot, ezek tier 3-as turretok. Viszont ez nem elég a bevédéshez. Ez mellé még lerakok minden sarokra egy-egy úgymond rifle turretot is. Tehát ha megfigyelitek, a sarkokra most egyelőre direkt nem rakott Shadow semmit. Tehát középen van 2 darab shotgun turret, és minden sarkon van egy rifle turret. Ezek mind level 3-as turretek. És elméletileg kész. Most viszont, hogy miért raktuk ide ezt a frame-et? Úgynevezett, csak egy oszlop, amin egy mennyezet van. Ide beraksz még egy turretot. Középre. Ezek a turretok 360 fokba forognak. Nem? Az nem számít, hogy nem tudod lerakni szépen, ez csak design kérdése. Viszont most, amit nem fog látni Vilux, de viszont nekem én körbefussam a bázist, én most átmegyek repülőmódba, a buildingbe, szerintem már mindenki tudja, hogyan kell repülni, és felrakok egy turretot a legtetejére is. Ez a legtetején a turret nektek nem fog lőni az esetek 90%-ában semmit, csak abban az esetben, ha a boss repül. Az a turret fogja lőni, meg ami az első emeletén van. Vagy hogy repülős, de ellenfelek jönnek. Így van. Jelen esetben vegyétek számításba azt, hány darab turretot raktok le. Minél több turretot raktok le, annál több áramforrás kell neki. Ajánlatos külön kapcsolóra rakni a turretokat. Nem kell nektek a nap 24 órájába a turretoknak működnie, mert nagyon sok áramot használnak el. Szóval, amit most meg fogunk mutatni, hogy nekem hol vannak, és be fogom nektek kötni, hogy hogyan működik ez.
Ha bemegyünk itt ezen az ajtón, láthatjátok, nekem itt vannak a generátorok. Nekem jelenleg 8 generátorom van, mert ez egy perk, amitől én ennyit tudok lerakni. Ti, mint játékosok, le tudtok rakni max 4-et vagy 6-ot. Ez egy speciális perk, amivel én le tudok rakni 8-at. Így van, és ez nagyon fontos, ebben a videóban mi most a perkekről, a specializációkról részletesen nem fogunk beszélni, mert egyrészt ez minden játékosnál random, ebbe azért részletesen és bonyolultan is bele lehet menni, későbbiekben lehetséges, hogy erről lesz videó, illetve az is nagyon fontos, hogy mi most egy leegyszerűsített, viszont tökéletes 100%-os védelmet mutatunk be nektek, természetesen ezt mindenki ízlés szerint csavarja, facsarja, lehet másfajta tureteket használni, nem muszáj ezeket, viszont ez tényleg egy működőképes védelem, tehát amit itt láthatok, az tényleg működni fog mindenkinek. És visszatérve arra, amit mondtam az előbb, hogy ajánlatos külön kapcsolóra rakni a nagyobb fogyasztókat, mint például nagyobb fogyasztók, nekem itt vannak a vízpompák, és itt van az üzemanyagfarm. Ez nekem nagyon sok áramot megeszen. Ezzel nem fogom tudni irányítani a turretokat, szóval ezért, ha bejövünk ide a kártba, nekem itt található egy kapcsoló, amivel én le tudom kapcsolni. Így az összes áramforrást, amit használnak, minden felszabadul, és a turretok fognak működni megfelelően. Szóval én ezt most, ha lekapcsolom, nem fognak kint működni a pompák, amivel mi nyertünk áramot a turretoknak, amik most bekötésre fognak kerülni. Egyébként, hogyha valakit esetleg érdekel az elektromosság, vagy szeretne részletesen ebbe belemerülni, erről is szeretnék majd mindenféleképpen egy átfogó videót csinálni. Most erre részletesen nem fogunk kitérni, Shadow elmagyarázza, hogy mit és hogyan köt be és hogy miért, de erről majd részletesebben lesz egy videó. Elértünk az összekötés folyamatához. Kihoztam idáig az áramot. Most jelen esetben, ha belementek a Facilities, én is Power Facilities, itt találhattok kettő fajta kapcsolót. Ez az egyik fajta, amit most leraktam, ami egy oszlopon van, és ez a másik fajta, ami egy falra kerül. Ezt, ha összekötitek az elektromos árammal, alapesetben kikapcsolva vannak. Erre nagyon figyeljetek oda, hogy amikor összeköttök mindent, és egy ilyen kapcsolót raktok le, ezek alapállapotban kikapcsolt állapotban vannak. Most viszont összekötjük a turretokat, de viszont minden egyes ilyen csatlakozónak van egy limitje, hogy mennyi áramforrást, mennyi kábelt tudtok belecsatolni. Ezt úgy tudjátok kivitelezni, hogy ne legyen problémátok, hogy ugyanúgy belementek Facilities, Power Facilities, és itt van többfajta terminál, van egy oszlop, úgymond villanyoszlop, van a földre szerelhető, a falra szerelhető, és a mennyezetre szerelhető. Mi felrakunk ide most kettő darab falra szerelhetőt. A turretokat nehéz összekötni, ha ránézel magad csak erre a terminálra, mert amikor sok a kábel, nem fogja beadni a weak spotját. Könnyebb úgy, hogyha ránézel a turretre, nyomsz egy X-et, és utána mész rá a terminálra, még egy X, és ezt addig kötitek, amik nagyjából bele nem lesz meg. Ne kössetek minden turretot egyre, mert ki fogtok fogyni a lehetőségekből, hogy rákössetek még több kábel. De building mód van nálad is, Villux, úgyhogy te is meg tudod mutatni a nézőknek, hogy hogyan kötöd rá. Tehát lejöttök, megnyomjátok az X gombot, szépen mondjuk itt a felsőre ránéztek, nyomtok ismertetlen X-et, és ki is írja, hogy wire connect, tehát csatlakoztattuk a kábelt. Az, hogy mennyi a limitje egy ilyen kapcsolónak, azt lehet tudni? Ugye ezt, amikor kírja, hogy megállt, akkor érdemes új kapcsolót lerakni. Amikor kírja azt, hogy nincs több hely, mert túl sok van kapcsolva, akkor ajánlatos az utolsó elemet kikötni,
és bekötni még egy ilyen csatlakozót, és úgy vinni tovább. Mint például jelen esetben, ha most megkérem Viluxot, hogy próbálja meg összekötni nekem azt a kábelköteget, ami itt fenn van, ezzel a kapcsolóval nem fog neki könnyen sikerülni, mert nagyon sok a kábel. Így van, igen. És amíg megkapja most jelen esetben, azt csináljuk, hogy inkább ránézek a kapcsolóra, mert ezt könnyebben be tudom jelölni, és átjövök az egyik csatlakozóra. Aha, igen. Igen. Most, hogy a legegyszerűbb az, hogy megtudjátok, hogy be van-e kötve az ára. Ha megnyomjátok a B betűt, elnézést, aki időközben itt a debilán sok szorakoznak. Legegyszerűbb módja annak, hogy hogyan tudjátok megnézni, hogy minden be van-e kötve és minden működik-e. Nem kell körbejárnotok közel, mert nagyon közel kell menni ahhoz, meg egy bizonyos szögbe kell nézd, hogy most működik vagy nem. Ha megnyomod a B betűt és ránézel az adott dologra, akkor kiírja azt, hogy neked ez nincsen jelenleg áram alatt. De ha már bekapcsolom, úgymond a switchert, akkor már minden működik. Amik a turetok automatán működnek, nem kell lőszer, nem kell semmi. És lényegében el is készült az úgynevezett automata bázisvédés. Annyi kiegészítés van még így az éles menet előtt, srácok, lányok, hogy azt elfelejtettem mondani, hogy ha ezeket a tureteket ugye lecraftoljátok a Facilities Defense menüben, ezekhez ugye kell lőszer. Nem kell megijedni, hogy ha ezeket a tureteket egyszer lecraftoljátok és leteszitek, végtelen lőszerrel üzemelnek, tehát nincs olyan, hogy kifogy és újra kell tölteni, úgyhogy emiatt nem kell aggódnotok. Na, közben elindul, srácok, lányok, az éles menet. Azt érdemes figyelembe venni, hogy amúgy ilyenkor nektek is kell védeni. Tehát nektek is érdemes lőni, illetve használni deviánst is, hogyha tudtok. Jelen esetben, srácok, ez egy level 3-as, 40 darab van benne. A legerősebb, amit úgymond meg lehet idézni. Indulhat? Indulhat, indulhat. Mint ezt látható, a turát amúgy alig sebződik. Persze, amit mondtam a videóban, érdemes nektek lőni ezeket. Tehát nem kell 100%-ban a turetekre hagyatkozni. De mint az jól látható, ketten vagyunk jelenleg, és a turetek teljesen jól helytállnak. Mint látható, lőnek is folyamatosan a turetek, és folyamatosan mozognak. Ne essetek tévedésbe, hogyha néha azt látjátok, hogy a felső két turret nem mozdul, és azt látod, hogy nem lő. Az a két turret lő. Ez egy optikai csalódás, ez egy bug a játékba, amit néha a játék nem mutat be, hogy most ez lő vagy nem lő. De láthatjátok, mi alig kell lőjünk valamit. És azt tegyük hozzá, hogy ez a legmaxosabb szint, tehát ezt ketten esélytelen lenne megcsinálni. Azt, hogy ketten alig kell lőnünk valamit, szóval érzitek, hogy ez tényleg ez a védelem, ez működik. Meg hát látjátok is. Ezt a védelmet még ki tudjátok egészíteni olyannal, hogy ide a falak elé raktok homokzsákot, akkor persze elsősorban a homokzsákokat fogják ütni, nem a bázisodat. És ezzel is lényegében meg tudod védeni a turretokat, mert a turretoknak is van úgynevezett egy durability-e, egy bérüléke. Illetve az is nagyon fontos, hogyha majd vége lesz ennek a támadásnak, akkor megmutatjuk azt is, és hát esetben megmutatja majd nektek, hogy hogyan tudjátok feljavítani a teljes bázisotokat, anélkül, hogy egyesével kéne mindent feljavítanatok. Illetve az is nagyon fontos, hogyha bosszokat öltök meg, mint most mi, akkor az a külön kék lootot dobnak, amik dobnak nektek egyébként Cortexet. Csak most nem tudom fellootani, mert sebződök. Tehát láthatjátok, hogy dobott egy level 1-es Cortexet, tehát a boss lootokat mindig érdemes fellootolni. És láthatjátok, annak ellenére,
hogy Vilux most jelenleg elment innen a védésből a bosshoz, nekem nem okozott problémát, hogy megvédjem úgymond a turretokat. Jelen esetben én nem is a úgynevezett rezonátort védem, hanem a turretokat. Hogy ne várjék szét a turretokat. Mert meg lehet az, hogy oda kerül közelébe, pont egy olyan szögbe kerül, hogy egyik turret se tudja eltalálni. Így van, ezért nagyon fontos. Ezért nagyon fontos, hogy ti is segítsetek a tureteknek. Tehát, hogyha ti is rásegítettek a turetekre, vagytok vagy egyedül, vagy pedig mondjuk ketten, akkor garantáltan nem jutnak a turetek közelébe. Mint például láthatjátok, itt vannak ezek a repülő lények, amik nem jönnek közel. A turetnek a range-ből kikerülnek, de viszont ők rá fognak lőni a turetre. Ezeket érdemes leszedni. És már is az utolsó bossnál vagyunk. Láthatjátok, a védelem az tökéletesen működik, és egy tök átlagos, egyszerű kapcsolással van megoldva az egész. És meg is halt. Ugye, mint mondtam, a bossokat mindig lootoljátok ki, mert dobnak Cortexet. Amit ugye a videóban említett módon meg is mutattuk, hogyan tudjátok átcraftolni level 1-es, level 2-es, illetve level 3-as változatokra. Mert hát level 2-es, level 3-as, mert level 1-es nem tudjátok átcraftolni, ezt alapból szerzitek. Egyébként ezt dobnak elitek is szerte a mappon, úgyhogy azokat is érdemes farmolni level 1-es cortex miatt, hogy a későbbiekben átcraftoljátok. Az is nagyon fontos, ha megcsináltok egy ilyen heti, tehát benne is van a nevében weekly purification-t, onnantól számítva nektek várnotok kell 7-es, azaz 7-es, 7 darab napot, miután újra meg tudjátok csinálni. Jelen esetben mi nem kaptunk lootot, mert már mindkettőnknek megvan a limit. Amikor megépítitek ezt az egész defend rendszert, megeshet az, hogy a loototokat nem látjátok. Bejöztök és úgy vagytok vele, hogy de én még nem csináltam meg, de nem kaptam meg a rewardot. A rewardot megkaptad. Bármilyen elemet lebontasz a játékba, minden alapanyagot visszakapsz. Nem látod a rewardot. Lebontod a gépet, és a reward itt lesz alatta. Utána ugyanúgy vissza tudod építeni oda a gépet, és minden működik továbbra is. Viszont, ha mégis a bázisodat elkezdik sebezni, és megsérül a bázisod, nem kell avval törődnöd, hogy most én célra mindegyik falat átnézem, hogy most mi sebződött, mi nem sebződött, hanem bementek a bázisotokra, vagy akárhova, ahova áthelyeztétek, úgymond a territory terminálotokat, és a territory terminálba, ha sebződött a bázis, nyomtok egy F betűt, amit jelen esetben én látok, nem tudom, hogy Vilux lát-e, mivel hogy ő csak barát és építési joga van. Látom, és én is tudok klikpérálni. Itt van, hogy Facilities and Furnitures. Ezt ha megnyitjátok, akkor láthatjátok, hogy mi mennyire sérült meg. Nem kell szélre kimenni és megjavítani, hanem alul van egy olyan gomb, hogy Repair All. Ha van elég alapanyagotok, akkor ő mindent föl fog repairelni 100%-ra. És el is tűnt. Így van. Úgyhogy srácok, lányok, ez a videó ennyi lett volna. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek. Ha tetszett, mindenféleképpen dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem tettétek meg, és kapcsoljátok be a csengőt. Illetőlegesen most tart egy nyereményjáték a streameken, ahol 10 eurót tudtok nyerni streamre, amiből akár tudtok venni ebbe a játékba a Battle Pass, vagy valamit vásárolni streamen, úgyhogy ha esetleg szeretnétek részt venni a nyereményjátékon, akkor mindenféleképpen csatlakozzatok a streamekhez, és írjátok be a chatre, hogy felkiáltója a nyereményjáték. Illetve ne felejtsétek el, hogy én minden nap streamelek YouTube-on, úgyhogy ha esetleg még nem csatlakoztatok a streamekhez, vagy esetleg szeretnél ott lenni a streameken, akkor ajánlom, mindenféleképpen nézd meg a YouTube csatornámat. Köszönöm szépen Shadownak, hogy segített a videóban, innen is hatalmas pacsi neked, ha verskatsz.
Nagyon szívesen. És ha bármiben segítségre van szükségetek, ne habozzatok, írjatok, ha tudunk, megyünk, de általában tudunk. Így van, vagy hogyha esetleg mondjuk nem videó alatt kommenteltek, érdemes tényleg ott menni a live-okon, streameken, hiszen nagyon sokan úgy szoktak játszani a játékkal, hogy megy mellette a stream, bármi kérdésük van, vagy ötletük, vagy kiegészítésük, akkor nyugodtan le tudjátok írni a streambe a kérdéseteket, választ kaptok, vagy a chattől, vagy tőlem, vagy hogyha esetleg mondjuk hallottak valamit a streambe, vagy láttok, amihez mondjuk ti jobban értetek, vagy nektek van tippetek, ötletetek, akkor érdemes oda is írni. Úgyhogy srácok, lányok, mindenféleképpen várunk mindenkit, mind a Discord szerven, amit a leírásban megtaláltok, illetve mind pedig a streameken, hiszen mostanában tényleg egyre többen és többen vagyunk, kialakult egy nagyszerű közösség, mindenki segít mindenkinek, illetve a negatív, toxik embereket pedig szűrjük a chatről, úgyhogy ilyesmi nem nagyon szokott történni a live-unkon. Úgyhogy srácok, lányok, én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, Shadow, neked még egyszer nagyon szépen köszönöm a segítséget. Nagyon szívesen. Srácok, lányok, találkozunk a következő videóban, addig is sziasztok!